Üdvözlök minden kedves nézőt, én Cebelian vagyok, és a mai videóban egy nézőmtől kapott modot szeretnék nektek bemutatni. Ugye tehén? Hát ez több is tökébb szóltál. Nekem te nem magyarázzál, jó? A mod neve egyébként nincs a modnak neve, legalábbis a készítő nem küldött. Viszont a készítő neve az nem más, mint Barnabás, és ezek a sárga-zöld cuccok, amiket még nem tudjátok, hogy micsodák, ö, Barnabás modja hozta be a játékba. Ezek bizony srácok Golden Ironok, -ok, azaz a aranyvasak. Igen. Tehát ez, ez itt egy aranyvas, gyerekek. Kíváncsiak vagytok, hogy néz ki egy aranyvas? Így. És hogyha fogom, akkor ki tudom ütni igazából. Ezek teremnek az egész világban, maguktól, maguktól spawnolódnak lesz, szóval nagyon király. És lehet őket gyűjteni, gyűjtök belőlük párat. És ebből kapok Golden Iron itemet, itt is van, láthatjátok. Amiből, hogyha egy darabot berakok a barkácsolásba, akkor kapok belőle egy Golden Iron Plantet, amit vissza tudok ültetni szépen mondjuk ide, és ez kinő, és, és több Golden Iron nem lesz. Most egyébként minden crafting receptet nem fogok nektek végigmondogatni, ide bevágom nektek azt a nagy szöveget, amit elküldött nekem, kedves Barnabás. És innen igazából mindent ki tudtok olvasni, de azért egy jó pár dolgot bemutatok én is. Ha már van egy barkács asztalatok is, akkor akár tudtok blokkot is kraftolni Golden Ironból, ami így néz ki. És homok hangja van. Vagy várj, nem, nem, ez föld, ez föld, bocsánat, föld hangja van. Viszont, hogyha ezeket kézzel kiütöm, akkor gondolom nem fogok kapni semmit, de ez mindjárt, ez mindjárt kiderül. Aha, nem kaptam semmit. És hogyha vossákány ütöm ki, akkor, akkor visszakapom ezeket a blokkokat, király. Annak ellenére, hogy földhangja van, nekem, nekem tetszik amúgy. Azt mondta nekem Barna Pás, hogy ebből elméletileg jelzőfényt is lehet készíteni. Mármint, hogyha a jelzőfény alá berakom őket, akkor azok beaktiválják a jelzőfényt, és úgy is működik és BOOM! Működik tényleg, de még mennyire? Ó, hát ez a Golden Iron, ez egy nagyon jó dolog szerintem, srácok. Nem is kell lemenni bányászni, nézzétek meg, ott terem az erdőben. Ott van előttetek, ezeket nem én rakosgattam le ide, hogyha fölrepülök. Ja, meg igen, van egy ilyen bajom, amit behoz ez a mod, ezt el is felejtettem. Igazából nem elfelejtettem, hanem később jött volna, de igen, srácok, van egy ilyen bajom, ezt írta nekem Barnabás, ahol, ahol vannak tök fák. Mármint tökből van a fáknak a törzsük, a lombjuk meg, meg dinnyéből. Illetve még egy dolog, amit gyors meg szeretnék mutatni. Vannak ilyen kis repülő félgömb szigetek is, amiket behoz ez a mod, hogyha erre szépen fölmásztok és beástok a belsejébe, akkor itt kincseket tudtok találni. Ezeket a shulker boxokat bizony nem én raktam le ide, ez így van berendezve alapból, és aranyrög, 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 ö, nem tudom mi, aranyrög, aranyrög. Ilyen félgömbök is spawnolódnak le random mindenféle a világban, ezek a tök dínye is, nagyon király. Ha pedig kemencében sütöm ki a Golden iron mert olyat is lehet srácok, képzeljétek el, akkor meg meg lehet enni. Meg lehet enni. Figyeljétek, mindjárt kisül, kiveszem, pont, is, pont van egy kis éjségem is. Kiégetődött, ezt szépen megfogjuk, bezabáljuk, és fel is vitte a kajánkat. Tehát lehet belőle blokkot készíteni, lehet belőle kaját készíteni, a jelzőfényt is működteti, és ezeken felül képzeljétek el, hogy még eszközöket is lehet készíteni vele. Tehát azt a mindenit. Nem csak eszközöket, hanem akár még szettet is. Amúgy próbáljuk ki ezt a csákányt. Hát, olyan, olyan egész normális, amúgy tűrhető. Hát legalább egy csákány is működik igazából ez a lényeg, nem egy brutál gyors csákány, de hát legalább nincs eltúlodzva. Hát most keményes lenne, hogyha az itteni fenti növényekből olyan csákányt lehetne csinálni, hogy azzal szétdúrom az egész fél Minecraft világot. Lehet ám alma juice is készíteni. Mégpedig így, srácok, egy vizes palaszk fölé berakunk egy almát, és kapunk egy apple juice-t, ami szintén visz föl kaját, hogyha megisszuk, legalábbis szerintem. Most ment le egy fél kajacsík, hogyha most már másfél is megisszuk, és vitt föl. Konkrétan egy darab kajacsíkot vitt föl. Hát nem túl megérős ital, de, de legalább van ilyen is most tegyünk egy kis dinnyét. Ugyanilyet egyébként lehet dinnyéből is készíteni. Olvastam egy olyat is, srácok, hogy ebben a tökös dinnyés bájomban a föld alatt raktárak találhatóak. Én már keresgélek egy ideig, és nem találok raktárat, de egyébként valószínűleg ez így van, és lehet találni, csak nagy egy ilyen bájom, és hát nem bírom megtalálni. De az a lényeg, hogy van. Van ilyen Golden Iron knife ami. Érdatlan pici. De ott van a kezemben. Ott van a kezemben, és 7,5 sebez, ami úgy kifejezetten sok szerintem egy ilyen kis törhöz képest. Megnézzük, hogy egy malac hány ütés vele. Egy, és kettő kettő darab ütés volt. Ez itt, ez is kettő. És durva, mert alig lehet látni, nagyon picike, viszont lesz ennél durvább is, mindjárt meglátjátok. Lehet nagyobb kardot is készíteni akár, ami még mindig nem egy hatalmas nagy kard, viszont az sebzése már inkább. Nagyon mondjuk az sem olyan hatalmas nagy, de már nagyobb, mint az előzőnek. 11-es sebzése van. Egyébként ezeknek a dolgoknak a barkács receptjét megtaláljátok ebben a szövegben. Na de, teszteljük is be ezt a kardot. Aha, ezzel már egy-egy egy-egy malac, azt figyeljétek. Aztán ez a mód még tartalmaz egy rapid gánt, srácok, ami nekem egy vasvillára hasonlít, ami átszúrta a kezem. Úgy de rosszul néz ki, viszont nézzük, tud lőni tud lőni, srácok, és működik. Ott van egy sértetlen tehén, egy sértetlen tehén egy lövés neki. Mit akartok? Hát ez full fullos. Azt nézzétek, és még hangja sincs, hang nélküli. Elektromos, elektromos rapidgán. Egyébként ez egy teljesen használható fegyver, survival sorozatban is akár. Aztán a következő lövő fegyverünk egy csúzli. Nézzük, lőjünk meg ezzel is egy malacot. Azt mondja, oh, ez mit lőtt ki? Láttátok? Ez egy nem betöltött valamit, de hát ez most pont így néz ki. Ez most ilyen lett. <laughs> Legalább működik és kilő valamit, ami, ami végzi a dolgát. Ugyanúgy rendesen sebzi a mobokat, ahogy kell. Egy vasgólemmel való küzdelmet azért még megnéznék. Ezzel a csúzival fogom lövöldözni. Ó, survival módban nem lehet használni. Se a csúzit, se ezt a rapid gant, pedig, pedig beaddoltam bulletet is. Na mindegy, akkor jöjjön az utolsó fegyver. Nem túloznék, hogyha azt mondanám, hogy ez az utolsó fegyver a legbrutálabb ebben a módban, mivel figyeljétek, itt is van. Ott van a kezemben. Nem hiszitek el, nem viccelek, de tényleg ott van. Komolyan mondom. Aki még mindig nem hiszi el, megnyitom az inventorit, oda viszem az egeret arra az otra, amelyik ki van jelölve nekem, tehát a 9-esre, és hoppácska. Ott egy killer pixel, aminek 204-es a sebzése, tehát csak egy laza survival módban oda megyek -e ez a vasgólemhez, és megsimogatom. Ennyi volt. Barnabás azt az üzenetet írta ehhez a kardhoz, hogy ez egy kard, nagyon kicsi a textúrája, nem látható az inventoriban sem, sem a kézben. Trollkodni lehet vele, nem rendelkezik barkács recepttel, mert túl OP lenne túl módban. Tehát ezt nem lehet le barkácsolni. ezt csak beaddolni lehet, viszont ha beaddolod, akkor utána nagyon durva a dolgokra képes. Nem bírom eltalálni azt a nyulat. Tehát igen, ez itt a legdurvább fegyver. A bárányok mit mondanak erről? Ok. És hát, srácok, ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot, és ennek a modnak a letöltés linkét megtaláljátok a leírásnak a legalsó sorában. Hol? A leírás legalsó sorában. Köszi! És legyen további szép napotok. Sziasztok!